Szervusztok! 2023. május 17-e, szerda van. Egy rendkívüli adással jelentkezem ezen a napon is, mert egy olyan téma, ami a mindennapjaink velejéig fontos témájáról jelentek meg az elmúlt napokban a legfrissebb adatok. Magyarország recesszióban van. Csak megjegyzem nektek, hogy körülbelül fél évvel, egy évvel ezelőtt, mikor Orbán Viktortól elhangoztak olyan beszédek, hogy hát a 2022 nehéz, de 2023-ban, ha két évet együtt nézzük, akkor majd a magyar gazdaságnak a sikeréről lehet beszámolni. Én akkor vezettem le számotokra, hogy nincsen olyan változás, nincsen olyan terv az Orbáni kormánynak, nincsen olyan még elképzelése sem, tehát semmi olyan, amit még kritizálni is lehetne, hogy valamit változtat, és mondjuk ő úgy azt gondolja, hogy az a változtatás az eredményt fog hozni, én meg mondjuk azt vitatom. Hanem azt bizonyítottam, hogy a Orbán kormány egyszerűen képtelen a magyar gazdaságnak a kormányzására, kizárólag egy propaganda gazdaságvezetés vezetés van, hiszen soha nem voltunk az elmúlt tíz évben sikeresek, mindig hátrébb és hátrébb kerültünk az Európai Unióba, de most, amikor gazdasági problémák is megjelentek, valóban energiaárobbanás is volt, ami azért már azóta lecsitult, az orosz agressziónak is nyilván van az európai gazdaságra és a világgazdaságra is hatása, bár nem ettől van akkora infláció, Magyarországon, és akkor a drágulás sem, hanem az elhibázott, és teljesen, én inkább nem azt mondom, hogy elhibázni, azt úgy is lehet, hogy valakik jó szakemberek, van egy elképzelésük, de valamire nem gondoltak. Azt nevezném én elhibázásnak. A teljesen elképzelés nélküli propaganda kormányzáson alapuló kormány az nem elhibáz, hanem alkalmatlan illetve ha bármire koncentrál, az nem a társadalom, hanem a nernek a gazdagodása, a vagyonodása, és annak valami propaganda magyarázata, hogy az miért jó nekünk, de közben minden napokban tapasztalhatjuk, hogy nagyon rossz nekünk. Azt a bejelentkezési címet adtam, ha jól emlékszem pontosabban a mostani adásnak, hogy Orbán Viktornak egy nagy tévedése, az az, ami az alapvető oka annak, hogy ma Magyarország az unió abszolút sereghajtója, mi vagyunk a legszegényebbek, nálunk a legerősebb a recesszió, mi rontjuk egyébként az Európai Unió átlagát. De gondoljátok bele, hogy például az Európai Unió átlagában az infláció az egyharmada sincs, per pillanat a magyarnak, pedig abban az átlagva, mint az átlagot rontó inflációs tényező, legerősebben Magyarország van benne. És ez minden más mutatójára is igaz az Európai Uniónak, hogy miközben egy nagyságrenddel, eh, sokszorozó számmal jobb, tehát osztóval jobb, ha úgy tetszik, vagy a magyar szor szorzó számmal rosszabb minden eh, magyarországi, eh, magyarországi adat, a az Uniónak az adatai azok sokkal jobbak lennének Magyarország nélkül. Mert Magyarország egyébként azokban az adatokban, amelyek kétszer, háromszor, négyszer kedvezőbbek, mint Magyarország és az Orbáni rezsim által működtetett magyar gazdasági, magyar életszínvonalért, a ti életszínvonalatokért, a magyar megtakarításokért, a ti megtakarításokért, a magyar vásároerőért, a ti, illetve a mi vásárlóerőnké, és ebben ez valamennyiünket érint, és mi valamennyiben az utolsó helyen állunk, csak hogy értsük az Európai Unióba, és nem ott álltunk, hanem oda zuhantunk vissza az Orbáni Látszat kormányzás mellett. Orbán Viktor, és én most nem azt akarom kiemelni, hogy ez milyen aljas dolog, de voltak éppen felvállalta már 2010-ben, hogy ő fogja létrehozni a magyar polgárságot. Igaz, egy kicsit azt úgy fogalmazta, mint hogyha az ő gazdaság irányítása alatt egyfajta pozitív megkülönböztetése lesz a magyar középosztálynak, hogy abból kialakuljanak a legsikeresebb vállalkozások, de a gyakorlatban ezt nem így végezte, hanem úgy gondolta, hogy ő majd valakiket nagyon gazdaggá tesz, és ezek ebből adódóan olyan gazdaggá, hogy az már Közép-Európában is versenyképes lesz, és az ő számukra akkor biztosított lesz a gazdaság miatt, hogy be tudnak szállni a jelentős beruházási üzletekben, illetve akkor rájuk is lehet bízni. A közbeszerzés nem csak a magyar viszonylatban finanszírozható vállalkozói körben mondhatja meg az Orbáni rendszer, hogy kinyeri meg a közbeszerzést, hanem a legnagyobb állami beruházások, a közpénzek ezer milliárdjait felemésztő beruházásoknál is, nem lesz kénytelen külföldi befektetőkre építkezni, mert lesznek olyan gazdag magyarok, annyira meggazdagított magyar, magyar vállalkozások, természetesen az ő stroma, és romanyaiként lesznek, akiknél azt lehet mondani, hogy olyan gazdasági tőke erő van mögöttük, hogy elméletileg ezt az óriás mamut beruházást is meg tudják finanszírozni. Na hát ezt hajtotta végre Orbán Viktor az elmúlt 12 évben, és így lett például egy egyébként a vállalkozói attitűddel, képességgel, stb. nem rendelkező hosszú életpályája alatt egy kis egy nagy a gázszerelőjéből Európa egyik meghatározó tőkerővel rendelkező és vállalatcsoport fölött irányítás gyakorló Mészáros Lőrinc. Ezt a mi közpénzeinkből Orbán Viktor végrehajtotta, és azt mondta, hogy látjátok, tudok én a nerben, ki tudom én alakítani azt a 3-5-7-10 embert, eh, aki olyan tőkerősé válik, hogy a magyar gazdaságból egyébként ezt követően kiűzhetem a bankrendszervől, az idegenforgalomból, most próbáljuk a kiskereskedelemből, kiűzhetem a külföldi befektetőket, mert már van akkora tőkerővel a közpénzekből meggazdagított NER egyes számú vezetői csapat, akikre ezt akkor rá tudom bízni, mert a tőkeerő, a mögöttük lévő gazdasági befolyásolás hatalom, az kellő erőse ez. Igaz, hogy rosszabb lesz a szolgáltatás a telekommunikációban, érezhetően romlott a Vodafone szolgáltatása is, ez a, nem csak én mondom, de én leghatározottabban merem nektek állítani, de hát mindenünk sokkal rosszabb lett, hiszen nem, ha nem lettek volna rosszabbak a magyar tulajdonképpen, váltások, akkor nem lenne igaz, hogy folyott az utolsó helyére estünk vissza az Európai Uniónak minden gazdasági mutató tekintetében. Ez persze a köztelevíziót, Orbán Viktor péntek reggeli beadásait nem zavarja, hogy azt mondja, hogy azt irigli tőlünk a nyugat, vagy a baloldalnak nevezett nyugat, amelyik így nyilvánvalóan már önmagában is képtelen állítás, de hogy azért haragszanak rá, mert iridlik a sikereinket. Ki az, aki irigyli? Hogy az utolsó helyen vagyunk, és nem ott voltunk, hanem oda zuhantunk vissza. Na mindegy, de ezt a gondolatot, hogy Orbán ilyen a közpénzek feletti, egyébként minden szempontból a bűncselekmény határait nem súroló, hanem átlépő a véleményem szerint. Átlépő magatartás, a magyar közpénzeknek a jogosulatlan kiosztása, eldöntése, hogy kihez és hogyan fogom, hogyan fogom oda juttatni a vagyont. Azt gondolta, hogy ezzel ezt sikeresen kialakítottam, és ez menni fog akkor is, ha kialakítok egy olyan kormányt, ugye 2022 és választás után Orbán Viktor valahogy úgy fogalmazott, hogy a pillanatnyi gazdasági nehézségekben ő neki át kell alakítani a kormányt, hogy a létező legprofibb, a legkiemelkedő szakembereket helyezze az élére, hogy utána egy volt, aki egy nagyon ütős magyar kormányzása kerüljön sor. De azt gondolta, hogy az nagy tudású, ütőképes kormánytagok, úgy is létrehozhatok, ahogy Mészáros Lőrincből a leggazdagabb, legbefolyásosabb, legerősebb gazdasági háttérrel rendelkező üzletemben lesz. Tehát bőven elég ez az, hogy ő megfelelő pozícióban az általa kiszemelt lakájukat, akik őt kiszolgálják, bár teljesen alkalmatlanok a már az induló pozícióikra is, de hogy azokat, ha egyre jobban, egyre magasabb pozícióba helyezik és akkor meg lehet tenni azt, hogy egy elemző közgazdászt, amely azért a ezer vállalat, vagy a százezer vállalatnak mindegyikében van, de gyakorlati tapasztalattal vagy tudással nem rendelkezik, az egyre magasabb pozícióval tulom, és akkor végén hirtelen megjelenik a Magyar Nemzeti Bank alelnökének, vagy meg az Magyar Értéktősde elnökének 2015 és 15 és 17 között, alelnökeként pedig 2015 és 2020 között majd miniszteri biztosnak is kinevezem magam mellé, hiszen mindent ki elmond és teljesít, amit, eh, amit én várok tőle, de azért is teljesíti, mert nem is ért hozzá. Tehát éppen nem olyan nehéz neki az Orbáni utasításokat eh, 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 folyamatosan ismételgetni, mert nem érzi annak a lehetetlen voltát. Nem, mert ezzel a tudással nem rendelkezik. De úgy gondolt Viktor, hogy hát az egész világ előtt, az unió előtt is, hát ha a Nemzeti Bank alelnökét nevezi ki, gazdasági fejlesztés miniszterének, tehát korábbi alelnökét nevezik ki, hát az egy kiemelkedő szakember. Csak ő ott sem volt szakember. Mert attól még, hogy pozícióra, pozícióra, erőre léptetek valakit, aki már a alsó pozíciók egyikére is alkalmatlan volt, a pozíció nem ad tudást az nem ad felkészültséget. Való igaz, hogy például a Magyar Nemzeti Bankban az információk, a gazdaság információk tömegesen jönnek. Na de ahhoz tudás kell, hogy az információt szortírozni tudjam, abból következtetéseket tudjak levonni, algoritmusokat ismerjek föl, és az ellenhondásokat a gazdaságban, hogy a bajokat ki tudjam kerülni, és jó megoldásokat találjam, ahhoz a helyzetet jól kell tudnom felmérni. Ehhez tudás kell. Tehát pöröghet körülötte az információ a Nemzeti Bankban, az arra alkalmatlan személy számára ez csak zavart jelent, ezért ha magam elé képzelem a Nemzeti Banki tevékenységét, mondjuk Nagy Mártonnak, abban azt jelenti, hogy bemegyek, majd meg tíz izom, vagy nem tudom, majd beszélgetek egyet, fogadok újsághírókat az de alkotni, tehát olyan, amitől mondjuk a magyar makrogazdaság, vagy a jegybankpolitika politika mag valóban versenyképes és magas szintűvé válik, olyat nem teszek. Ugye pént a törlesztésekért, a pénzügyi felügyeletért felelős ügyvezető igazgatója volt, ha jól tudom előtte. Hát Magyarország tört, pénzügyi történetének legnagyobb botrányai alakultak ki 2015-re. Ha hát csak visszaemlékszünk a brókercsődőkre. Azóta sem sikerült ezt a helyére tenni, és azóta sem sikerült megoldani a devizakárosultnak az ügyét. Tehát egy teljesen alkandla személy, de Orbán Viktor tévedés az abban van, hogy a közpénzből felerősítek, meg a közbeszerzésekből győztesnek nevesítem Mészáros Lőrincet, akkor ő Európában egy sikeres ember lesz. Sikeres, gazdag ember lesz, de egyébként ami alatta működik, annak a hatékonysága alacsony lesz. De ha a kormánytagot is úgy gondolom, hogy pozíciókkal nevesítem föl, és mondjuk azt ugye hasonló volt, ami ellen minden bíró tiltakozott, hogy bírói gyakorlatilag nem rendelkező személyt raktam a kúria elnökének. Na előtte adtam neki egy pozíciót, törvénymódosítással egyébként, hogy alkotmánybíró. És akkor azt mondja, hogy ha egyszer alkotmánybíró volt, akkor már jó lesz kúria elnökének Hát nem jól működik a kúria, és nem lesz jó. És elfogultságot is jelent, hiszen ügyészként, ott nem tudom megítélni egyébként a munkáját, de ügyészként folyamatosan az államot képviselte a társadalommal szemben én elképzelhetetlen lenne az én szoga, az összeférhetetlen lenne, hogy aki a tárgyaló teremben mindig az egyik oldalnak volt a képviselője, az utána a legfelső vezetést a kúria elnöki pozícióját kapja meg, ahol ott abban az esetben is például neki kellene eldönteni egy választások kapcsán, hogy csalt-e az állam, vagy nem csalt. Hát ő egész életében az államot képviselte, és az állammal szemben a bíróságokon tiltakozó, fellépő, az állami minisztériumok hatóságokkal szemben fellépő pertársokat, ha úgy teszik, felperesekkel szemben, ő mindig védte az egyébként jogot sértő minisztériumot, vagy államot, vagy nemzeti bankot, vagy hatóságokat. Tehát ezzel a gyakorlattal rendelkezik. Így gondolom, hogy a kúria elnöke is be került ebbe a pozícióba, és nagyon jól hangzott, hogy alkotmánybíró volt. De sosem volt független bíró. Soha, semmikor az életében. Tehát ez egy fontos. Na, Nagy Márton is ezekben a pozíciókban alatt előre, és úgy lett gazdasági miniszter. És úgy nyilatkozik mostanában is. És csak azért, hogy példaként értsétek, hogy azért vannak olyan, mutatók vagy gondolatok, eh, amikor az ember azt mondja, hogy hallgatok valakit, aki egyébként valószínűleg elvégezte a közgazdasági egyetemet, de mikor megszólal és mond valamit, akkor azt mondom, hogy hát én is oda jártam a Corvinusra, kor, és azt mondom, hogy igen, voltak olyan évfolyamtársaim a, a, az egyetemen, ahol azt mondtam, hogy kés csoda, hogy elvézi. És hogy kár neki egyébként, mert fusztrát lesz egész életében, mert a pályára alkalmatlan. Hát ilyen mondatok hangoznak el folyamatosan már a miniszteri bemutatkozó beszédjében is Nagy Mártonnak, ilyen hangzott el a megfelelő bizottság előtt, de azóta folyamatosan, ha megszólal, csak ezt a gondolati kört lehet őtől le is hallani. Hát egy példa erre a múlt héten, héten amivel Nagy Mártont az ATV-nek a heti napló adásában, a adásában a fő mondatára kérdezték rá, hogy a nézők, hallgatók, az adásaiző hallgatóinak mi a vélemény erről az állításáról. Bejátszom ide nektek most fölülre az rtv nek a kérdés feltevését. Egyet érte a gazdasági miniszterrel, azaz Nagy Mártonnal, aki szerint csökken az infláció, és érezhetően csökkennek az árak. Na most ebben a gondolati körben azért szeretném nektek elmondani, hogy ha egy pici közgazdasági vénája van valakinek, bárminek, bármilyen is, akkor egy olyan országban, ahol az infláció 25-ről, vagy 25,2-ről talán 24%-ra csökke, csökkent, ugyan, mint infláció, de 24%-os infláció van, az az infláció azt jelenti, hogy árdrágulás egy 24 os éves szinti ádrágulásban azt mondani, hogy érezhetően csökkennek az árak, tényleg azt jelenti, hogy van lehet bakizni, bármilyen szakmával lehet bakizni, de ekkorákat nem nagyon. Hát nem, hát a kettő kizárja. Infláció van, és érezhetően csökkennek az árak. Az árak emelkedésének, és ezen belül az élelmiszer áraknak az emelkedésének az üteme az valóban valamennyi csökkent, mert drasztikusan 50 különböző számítások vannak, de talán ott 50 körül volt a csúcs, és most valahol, ha jól tudom, olyan 35 nál van, tehát sokkal magasabban, mint az infláció átlaga. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt egyéves időszakban is az élelmiszer árak 35%-kal nőttek. Az azt megelőző időszakot tekintve 50-nel. De ez a növekedésnek a csökkenését jelenti, nem az, hogy érezhetően csökkennek az árak, miközben 24%-os infláció van. Miközben az elmúlt napok adatai szerint, és ez is rendkívül fontos, ma már Magyarország recesszióban van. Nem Technikai recesszióban arról volt egy külön bejelentkezésem a számotokra, hogy át én szeretem, amikor a vezető közgazdások olyan kifejezéseket, vagy elemzők olyan kifejezéseket használnak, amit a tévében mondjuk, mert ha egy kongresszus vagy egy szakmai előadáson tartják, akkor nincs gond, de a tévében a nagy nyilvánosság, előtt, amiből a nézőknek a 99%-ának halvány gőzös sincs, hogy mit jelent az, hogy technikai recesszió pedig azért lehetne használni, hogy az recesszió előszobája egy olyan trend, amelyik azt mutatja, hogy két egymás követő hónapban folyamatosan szűkült a magyar gazdaság, és hogyha ez betövetkezik két hónapon keresztül, akkor mondjuk technikai recessziónak, az előszobájának a a recesszióba zuhanásnak, de amikor bekövetkezik a harmadik hónap, az már recesszió, és ez volt március, és az április adat is ugyanilyen lesz, tehát ez további csökkenés jelenti. Miközben az Európai, unió átlag, Európai Unióban nincs recesszióban maga, maga az Unió, vagy az Unió átlaga sem növekszik. Alacsonyabb szinten, mint korábban, hiszen valóban volt energiaválság, valóban sok pénzt kell fordítani mondjuk Ukrajna megsegítésére, amire mi egy vasat sem fordítunk, de ennek ellenére ezek az országok gazdagodnak. Magyarország meg szegényedik, és a legszegényebb pontból is folyamatosan szegényedik. Erre mutattam rá, hogy ha minden hónapban egymás követően egyre jobban szűkül a gazdaság, akkor az utolsó helyről nem lehet az utolsó előtti helyre följönni, vagy az azt követően, mert az nem felzárkózás, hanem leszakadás. Igaz, hogy az utolsónál rosszabb hely az Unióban már nincsen. De otthon a számotokra, a számunkra az elszegényedés az van. Tehát Orbán Viktor, amikor azt a nagyon ütős kormányát kinevezte, akkor olyan személyeket helyezett a vezető kormányzati pozícióba, egy olyan helyzetben, ahol tényleg létkérdése lett volna a magyar társadalomnak a tudás, akiket előtte az ő rendszere emelt már olyan helyre, amire Murphy azt mondta, hogy mindenkinek eljön az a lépcsőfoka, amire ha fellép, amire oly már ott alkalmatlan. De ezek az emberek már sok-sok lépcsőfokkal, több emelettel lejjebb is, az Orbáni rendszer tolásának eredményeként, a lakájának, a kiszolgásának az eredményeképpen, már réges-régen olyan lépcsőfokokon járnak, csak egyre nagyobb pozíciót töltenek be. És így szeretném nektek, nektek elmondani, hogy egy társadalom azt valahogy még elviseli, hogy ezek az emberek mondjuk méltatlanul milliós fizetéseket visznek haza. Ettől még a magyar emberek életszínvonala érezhetően nem szabadna, hogy romlana, romoljon. Nem is romlana tőle. Tehát nem az a nagy veszteség, hogy ők milliókat keresnek, amire egyébként mondjuk a média, a nem kormányzati média, az a nagyon szűk terület időnként rámutat, hogy honnan osztogatják az észt, amikor havi fizetéseik nagyobbak, mint az átlag éves fizetés a magyar társadalomba. De nem ez a lényeg. Ezt a fizetést még akár meg is kaphatnák. A lényeg, hogy betöltenek egy pozíciót, ami miatt a mi fizetésünk is kevesebb lesz mert nem tudja a társadalom az ő irányításuk alatt azt a gazdasági teljesítményt hozni, amelytől a mi életszínvonalunk is növekedni tudna. Az a rettenet, hogy ennyire alkalmatlan személyekből áll az állami irányítás. A betöltött pozíció, hogy ők ott vannak, és nem szakemberek, nem valós tudással, valós megoldáskeresési képességgel is rendelkező tudások vannak a különböző területeken, és akkor ugye lehet azt mondani mondjuk a vezérkari főnök által, hogy háború előtti helyzetben van Magyarország, ha ebből indul ki, ami nem igaz, akkor lehet bármilyen katona politikai felkészültsége, rossz fejlesztést fog a honvédség, a magyar honvédség végre végrehajtani. Ugyanezt történik Nagy Mártonnal is. Arról mondom, lényegtelenebb kérdés az, mikor azt mondja valaki, hogy az infláció is az drasztikusan csökken. a 25% vagy 25,2-ről 24-re csökken, miközben az Európai Unió átlaga, amiben a magyar 24 is benne van, már 6-7% vagy 7%-nál tart. Az eurozóna átlaga már 6% alatt van. Ugye a ja, részében, na azt nem rontjuk, tehát valószínűleg a kettő között az a különbség az Eurózóna például drasztikusan azért még jobb helyzetben van, mert oda a magyar rettenet nem tartozik bele. Ezeket kell fölismerni. De ezeket erre az emberek, erre alkalmatlanok. Az ő előadásai, az élelmiszer árak, mikor emelkednek még 30-35%-kal éves szinten az havonta rend hármat, tehát hogy nagyságrendileg most ugye e, 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 emelkedik, akkor azt mondani, hogy érezhetően csökken, ez teljesen, tehát egy inflációs, a deflációs időszakban van az, hogy árak csökkennek. Amikor egy gazdaságban azt lehet mondani, hogy nem infláció van, hanem többlet, többlet teljesítmények keletkeznek, és deflációt az okozza, hogy a társadalomban ennek megfelelően csökkenteni kell az á, csökkentik az árakat, mert annyira jó a teljesítmény, hogy a kellő jövedelmezőség, a kellő a magas jövedelem az kitermelhető kevesebb. Tevékenység, gazdasági tevékenység, mert annak a versenyképessége, hatok, hatékonysága növe, növekedett. De hát egy 24%-os inflációban azt mondani, hogy érezhetően csökkenek az árak, ahol az élelmiszerinfláció magasabb, mint a társadalom átlagos 24%-os inflációja. És mondom, nem ez az egyetlen. És hogy érezhetően, ez már tényleg annyira buta, hogy sértő. És én azt gondolom, hogy őt hallgatom, de hallgattam a parlamenti beszédét is, hogy rendben van egy pozícióért, nem az ő a leghib leghibásabb, hogy egy pozí pozíciót elfogad, pedig arra alkalmatlan, hanem aki őt oda kinevezi. Ez annak a felelőssége. De hogy ezért ő hajlandó olyanokat mondani, amelyetől egyébként azért a szakmailag az ember érzi, hogy ez így nagyon nagyon, -nagyon kétséges. De ezt is lehetne, ha megfelelő tudással rendelkezne, ezt is lehetne egy kicsit kevésbé bántóan bután előadni. Tehát még a gazságot is lehet jobban képviselni. De ahhoz is tudás kell. Hogy amikor én először mondtam például őról a véleményt, ugye a részében, amikor a bemutatkozó beszédje volt a parlamentben, ezt erre alapoztam. Nincsen személyes kapcsolatom vele. De azt mondtam, hogy az aljasság az adottság, hiszen Orbán Viktor nevezi őt ki. Ez egy adottság, ez egy helyzet. De nézzük meg, hogy ebben a helyzetben hogyan tud valami olyan előadást tartani, ami legalább reményt kelthet valamilyen szinten a társadalomban. Ilyet szokott mondjuk a pénzügy területén valós tudással rendelkezve, mondjuk Varga Mihály időnként előadni. Hát az se csoda egyébként, hogy Varga Mihály és közte konfliktus van. Hát ez nem csoda, összeegyeztethetetlen a mögöttük lévő tudás. Semmilyen módon. Mind a ketten gazembert szolgálnak ki de a tudás, ami a rendelkezésükre, az összeegyeztetetlen, és azt, gondolom én például a Varga Mihályról, hogy ő azt mondja magába, hogy elég nekem az Orbán által okozott károkat minimalizálni, nem akarok én még egy nagy Márton által a végtelen butaságából adódó hibákat is valamilyen módon kezelni, mert hát a dolgokat az államasztartásban finanszírozni kell. Hát tegnap bemutattam nektek Lázár Jánost, aki törekszik a NER egyik újabb, legmagasabb szintű korrupciójának a hátterét megteremteni, el is kezdte az ezzel kezdő a Márhu volánnak, ha úgy tetszik, akkor majd valamilyen módszertannal, hasonló, mint az autópályáinknál, vagy a szállodáinknál, idegenforgalomnál, vagy a telekommunikációnál, egy hasonlóan átjátszani az állami, legnagyobb állami tulajdonokat, átjátszani a NER gazdasági befolyásolási jövezetébe. Ugye bemutattam nektek őt a korrupciónak a nagyatját, és hogy bemutatom a gazdaság fejlesztésének a, a, személyiségét. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy megismerjétek, hogy Orbán Viktor kiket emelt, tehát kik, kiket emelt, emelt maga mellé. Szeretném a mostani bejelentkezést, látom már megint zavarom a vodafont, és ezért a megfelelő módon akadoztatja az adást, jelzi ezt vissza nekem a rendszer. Szeretném nektek azt, hogy a mai napon azért legyen egy kicsi mosoly. Sajnos ezt a képet és ezt a lehetőséget nem tegnap tudhattam meg, hanem ma reggel egy barátomtól. Ezért ez egy ilyen visszaemlékeztető. De néha muszáj kínunkban is, vagy nem kínunkban egy kicsit mosolyogni. Ezért bejátszok most nektek egy képet. Ugye itt megvan. És ezt látjátok, ugye tegnap lázát mutattam be. Ezen a Képpen Lázár János, aki mondom a korrupciónak a nagy mestere. Eh, tegnap az ő bemutatása is úgy szólt, hogy 2011. talán márciusában volt egy nagy mondása, és arra azért a társadalom akkor felfigyelt. Ez a mondás akkor az volt, hogy akinek nincs semmi, az annyit is ér. Orbán Vagyol nyilatkozata, amit évek óta bemutatott nekünk évről évre, az mindig azt mondta, hogy az apjának van pusztája, Mészáros Lődincnek van óriási vagyona, de ő csak kecsol, csak kecsol, és neki semmilyen megtakarítása nincsen. Tehát Lázár János szerint Orbán Vagyol nyilatkozatának az a megállapítása, hogy neki egy filér megtakarítása sincs. Or Lázár János azt mondja, Orbán Viktor annyit ér, amennyie van, hát semmije. Ezt a mondatot is azt hiszem egyszer, vagy szeretném nektek lejátszani. Én abban a millióban nőttem föl, hogy a munka nem szégyen, a munka eredményét se kell szégyelni, az ember kaparjon, gyűjtsön, építkezzen kockáról kockára, aki erre nem képes, akinek nincs semmije, az annyit is ér. Azt gondolom, ami, aki nem vitte semmire az életbe, az annyit is ér, ezt tudom mondani. Ja, aznak annyi az élete, ez az én véleményem egyébként. És Lázár Jánosnak igaza van, Orbán Viktor, semmit sem ér. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, ha hasznosnak találtátok, akkor osszátok, hogy másokhoz is, el, másokhoz is eljusson ez az adás. Ha gondoljátok, akkor, és még nem tettétek meg, akkor kövessétek az oldal. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, és egy további szép napot. Holnap találkozunk mindenképpen, holnap csütörtök, csütörtök este. Fogok hozzátok sietni, de csak újra felhívom a figyelmeteket, hogy holnap a Szent István Parkban Budapesten 5 órakor kezdődik Vágó István barátónak a megemlékezése, tehát a halála miatti, vagy a vele rávaló emlékezésének egy, egy szép összejövetele. Én oda fogok menni, csak hamar el kell jönnöm, mert két év óta minden csütörtökön este 6 órakor itt találkozunk. Még egyszer minden jót kívánok nektek, további szép napot és jó étvágyat az ebben.